szépséges estét kívánok! Nagyon-nagyon nagy örömmel hallottam a bevezetőket. Gyakorlunk, kérem szépen, mindenki gyakorol. És hát a szeretet úgy megragad bennem, mint az előző végén. És Szunkszenzen Mester beszél a kis szeretetről, vagy az énes szeretetről, és a nagy szeretetről, ami a bótiszatva szeretet és nem nagyon mond erről többet, mint amit elolvasol fél oldalban. De fél élet kevés, hogy igazából kigyakorold. És persze, ahogy serdülünk, úgy megtanuljuk, hogy ha ezt csinálod, az önző, ha azt csinálod, az önzetlen. Utána megtanulod azt is, hogy ha így csinálod, az önzetlen, ha úgy csinálod, az önző. Utána pedig csak egyetlen egy kérdés lesz fontos: hogy amit teszel, az tényleg boldoggá teszi a másikat, és téged is egyaránt. Nem nagyon marad más. Tehát, amikor az éntelenedés vagy az önzetlenedés bekövetkezik, nagyon sok minden történik. Megtörténik mindaz, amit hallottatok mind a két bevezetőből. Hogy egyszer nem ismered ki magad, se magadon, se a körülményeiden. Nem tudod, hogy ez a sok szabály mire jó, aztán rájössz arra, hogy mindez csak arra volt, hogy eltakarítsa a téves nézeteidet. És utána arra is rájössz, hogy véleményfüggetlenül sokkal jobb élni, mert akkor a valódi visszacsatolásokat meglátod. Úgyhogy, Nincs rossz tanítvány, de esetleg nem jól állsz hozzá a hagyományhoz. Ez akkor van, hogyha valaki másban van a hiba, akkor valószínűleg a hagyomány működését még nem tapasztaltad meg. Akkor sem tapasztaltad meg, hogyha csak saját magadat hibáztatod, és folyamatosan az is az elbújás egyik módja, hogy állandóan bűntudatot érzel, és valójában nincs kölcsönhatás a világgal. Huikó kérte bóthidarmát, kérlek, mester, békítsd meg a tudatomat, nagyon fáj a sebem. Azt mondta erre bóthidarma, hozd ide a tudatodat, ide. Azt mondta a huikó, nem találom. Akkor már meg is békítettem, mondta bóthidarma. Nagyon könnyű az egoitásról vagy annak a hiányáról beszélni, de mi az, ami ezt mondja benned? Szeretjük azt mondani, hogy hú de egós volt, meg hogy mennyire egóból cselekedett, meg ilyeneket. Mivel méred? A saját egoitásod méri a másikét? A saját szűrőd minősíti másik ember szűrőit? Hogy van ez? Tehát mi az a látásmód, amivel a sajátodat és a másikét ugyanolyan tisztán és tükörszerűen látod? Itt támpont, de nem rendszeralkotó az, amit az abszolút és relatív karmáról szoktam tanítani: hogyha a személyiséget bármely részét abszolútnak fogod fel, akkor az az a karma, amiből egoitást csinálsz a mások fölött állót, a változtathatatlan, a mindeneknél jobbat, vagy a mindeneknél rosszabbat, attól függ, hogy milyen személy szeretnél lenni. De amit magadban élesen elkülönítesz a többi karmától, és kiemeled, vagy lerontod, amit abszolútnak gondolsz, az egy olyan ego morzsa, amihez rögtön egy további párosul, és ebből van a keserű kenyér. Mert a téves nézeteinkből keserűség származik. Tehát a magunkról alkotott helytelen kép az az egoitás alapja, hogyha a karmádat relatívnak látod, akkor az azt jelenti, hogy látod annak a teremtettségét, tökéletlenségét, mulandóságát és önálló tulajdonság nélküliségét. Ebből látszik, hogy mennyire függ más karmától, mennyire kapcsolatban van a világgal. Ez a relativitás alapja, amit most hallasz hogyha ezt nem tévesztjük szem elől, akkor az ego kéreg nem szilárdulhat meg. Mégis van egy olyan értékrend, amely mondjuk a meghaladó bölcsesség, és ezt az értékrendet, ezt nem lehet másképp kimutatni, mint hogy ébredj föl és segíts másokon. Ebben nincs rendszer, ezért is annyira nehezen megfogható. Szunkszánszúnyim szóval, ezt csak úgy mondta, hogy menj egyenesen, nem tudom, only go straight, don't know. És ez az értékrend az, ami segít nekünk abban, hogy a karmák relativitása közepette az irányt meg tudjuk tartani. Mert irányt azt azért kéne tartani. Körülnézel, itt aztán minden van, csak helyes iránytartás nincs. Ha benned nincs, a környezet ezt nagyon kivételes esetben adja meg helyesen. Tehát ne hagyd, hogy az abszolútnak gondolt karmád ego kéregész szilárduljon, mert ott csattansz a másikkal. Ott van csak neked igazad, és a másik biztos, hogy hamisat mond. Fel se vetted a nézőpontját. Ha csak neked van igazad, akkor egész biztos, hogy valamit nem láttál. De ha neked sosincs igazad, akkor sem láttál valamit. Tehát azt a fajta relativitást, ami a hajlékonyságot, a változtathatóságot eredményezi, ezt a Tao Te Ching úgy mondta, hogy ami hajlékony és lágy, az az életbirodalmába tartozik, ami merev és kemény, az a halálbirodalmába. És emögött ez van. Tehát nagyon jól lehet érzékelni, hogy egy másik ember mennyire nyitott rád, vagy mennyire záródik be a saját fixa ideái mögé. És ezt a képet, mielőtt kérdéseket fogadok, úgy szeretném zárni, hogy képzelj el egy sejtet. Ha annak a sejtnek nem lenne hártyája, nem tudná megkülönböztetni magát a környezetétől. Ezek azok az emberek, akik nem tudják a határaikat tartani. És akár dősek, akár vágyalteliek, mindig rázúdítják a környezetre, mert a saját határaik, azok nincsenek. És a korlátok nélküliség az itt gátlástalanságba megy át. Az óriási hiba. Ezt úgy veszik észre a tulajdonosai ennek a karmának, hogy egy idő után kimerülnek tehát szétégetik a sejt saját tüzelőanyagát, és elfáradnak, hogy ez 25, 30, 35, 50 év után következik ez teljesen mindegy, de az énségük tüzelőanyagát túlságosan gyorsan eltüzelték. Erre szoktuk azt mondani, hogy két végén égeti a gyertyát. És ez a fajta határtalanság, ez eleinte nagyon jó tud lenni, mert az ember azt érzi, hogy tényleg nincsen korlát vagy fal a másik és közte. De utána óriási szereptévesztésbe, tévedésekbe, elképesztő téves nézetekbe megy át. A másik szélsőség a sziklaszilárd titánium sejthártya, amelyik nem hajlandó kölcsönhatni a környezetével. És akkor az, hogy határaim vannak, az egyenlő, az elszigetelődéssel elszigeteltem magamat azért, mert én teljesen más vagyok, mint a környezetem. Abszolút jobb vagy rosszabb vagyok. És ez a titánium fal, ez pontosan ugyanolyan rossz, mint a teljes korlátlanság és gátlástalanság. Tehát egy egészséges sejtnek van hártyája. De ez átjárható. Bizonyos kémia kinyitja, bizonyos kémia visszazárja, de abszolútra nem zárja vissza. Kinyithatatlanná sem teszi. Tehát az alapvető kölcsönhatás mondjuk egy normális sejt és a környezete között, az egy kálium-nátrium pumpa. Ezzel tartja fönn a pH értéket. A sejteknek különböző funkciói vannak, fantasztikus, hogy mire vagyunk mi képesek, és a legérdekesebb az az a kód a sejtben, az az információ, amely a sokszorozódást szabályozza. Én most ezzel az elmúlt tíz hónap során elég szépen szembenéztem, hogy, hogy hogy nő egy magzat. Tehát hogyan van az, hogy a 800 millió reményteliből egy pár így betalál egy ilyen szerves céltáblába, hogy egy páran várják, és abból is csak egy lesz az, amelyik a versenygyőztesét megkoronázza, a saját mitokondriális DNS-ével. És abból lesz egy aprócska kis vehemensen fejlődő sejtszaporulat. De nem marad ám ez ott, hanem ez elkezd így fölfelé kúszni, mászni, és így bemegy a helyére, és ott elkezd szaporodni szépen. Tehát mélepény és magzat. Mi az, ami ezt szabályozza? Tehát mi az az elképesztő intelligencia, hogy neked az ujjad az ilyen hosszú. És ez a négy új ez így szépen arányosan így néz ki, és itt, itt, van az ötödik, és uram, bocsá, úgy fejlődik, hogy ezek opponálhatóak, meg tudunk vele fogni dolgokat. A kisdednek az első nagy mozdulata az, amikor még semmi más nem tud, csak táplálkozni, üríteni és fogni, na meg üvölteni és gügyögni, ami fantasztikus. Fogóreflex. De mi az, ami egy sejtnek megmondja, hogy legyél szíves fejlődni, mint a güzű, és itt állj meg. Ugyanis amikor ez az info elvész, akkor a sejt veszélyessé válik a környezetére. Tehát patogén lesz, és hogyha teljesen elvész, akkor viszont rákos sejt lesz, és az áttétek megölik a gazdatestet. Tehát hogy viselkedünk mi emberek? Azok, akik abszolút egóban gondolkodnak, hogy én a legjobb, legszebb, legszentebb, stb., ezek elkezdenek rákos daganatként viselkedni, és meghatározni, sőt, megenni a környezetüket. Na, ha így nézed, mikor viselkedsz egészséges sejtként, és mikor viselkedsz rákos sejtként? Hogy terjedsz át, hogy fertőzöl? Hogyan engeded, hogy átterjedjenek rád, és megfertőződj? a gondolatokkal, érzelmekkel, beszéddel és cselekedettel. Most nézd ezt meg. És akkor egy picikét rájössz, hogy a mentális és fizikai egészséged miért van ennyire kapcsolatban. Jó? Kinek van kérdése? Szó volt arról, hogy az elvonulás alatt eléggé tudatosnak kell lenne ahhoz, hogy tudjuk végezni a gyakorlatot. A gyakorlat folyamán tartunk be szabályokat. Igen. És arról volt szó, hogy ezt vigyük át a külső életbe, és ott is tartsuk meg ezeket. Ezt hogyan tudjuk megtenni? Hajlékonyan. Ha nem, akkor beletörünk és meghalunk. Tehát nagyon fontos, hogy a, például az öt alapfogadalmat, hogyha te azt fölvetted és fontosnak tartod, akkor ezt tartsuk meg. Nem csak késsel és revolverrel lehet ölni. Lehet ölni egyetlen egy érzelemmel, egyetlen egy mozdulattal, ami még nem is éri el a testet. Tehát itt van egy olyan tapasztalás, amely hitet ad. Szerencsére ennek a hitnek nincs tárgya. Ez nem egy tárgyas valami. Minden, ami a nem kettősség tanítása, az valahol az üresség természetével rendelkezik. Ez szükségszerű. És ez a hit, ez értékrendet ad. Tehát a felébredést, mint egy fölfelé nyitott kürtőt, vagy egy ilyen, lajtórját ugye fölfelé, ezt elét tesz, hogy haladhass rajta. Tehát a hitrendszerből értékrend lesz, és ez értékrendből életrend. Na most az életrend az nem másolható, tehát megpróbáltak odakint úgy élni, mint itt a templomban, pár napig, ha tartott, és utána csődtömeg. Viszont aki itt úgy akar élni, mint a mindennapokban, az is meg. Tehát nézd meg, hogy a hitrendszered mennyire lényegi, univerzális és teljesen szabadon transportálható egyik helyről a másikra. Az értékrendek azok egymásból következnek, de nem ugyanolyanok, és az életrend pedig totálisan különbözni tud. És ennek a háromnak az alakításával, illetve tapasztalatával, illetve továbbvitelével ezzel tudod járni az utat bármely helyzetben légy is. a mindennapokba igyekszem beépíteni a gyakorlatokat. Van, hát nekem elég változatos a, a munkarendem, és szabtam egy, egy, időt, amikor kelek, és végzem a gyakorlatokat, és nekiállok a, a napi tevékenységeknek. Ugye beszélti az előző darma beszédben a rendszerekről, hogy milyen jó hatása van annak, hogyha ha egy rendszert tartasz az életedbe. Gondolom ez alatt azt is érted, hogy mondjuk minden reggel ugyanakkor kelsz. Mostanában nem. Mostanában zajlik az éjszakai élet. Ez... Ez, ez... nagyon jó, mert akkor, akkor valószínű, hogy tudsz erre választ adni, hogy... Tudok. Tanulj meg mulatni. Tehát igen, nagyon jó, hogyha tudsz kelni, úgy, ahogy mondtad, minden nap, ugyanakkor ugyanaz a reggeli felkészülés, ugyanaz a rutin, ez jó tud lenni, de ezt se abszolútizáljuk. Tehát én utaztam nagyon sokat, gyakoroltam, tanítottam nagyon sokat, és remélem fogok is, de igazából az utazások alatt nem lehet tartani azt az időrendet, mert ugrasz egyet egy repcsivel, és plusz 9 óra, vagy mínusz 10. Tehát nem lehet ugyanazt tartani, mert mondjuk időeltolódás van, ez az egyik. Mi a rendszeres gyakorlás feladata? Mi az, amit a rendszertelen életben is tartani kell? Mi a közös bennük? Ezt nézd meg, hogy ez a pillanat tiszta legyen. Tehát, hogyha a helyzetfelismerésed az a rendszeresben is tiszta, és a rendszertelenben is tiszta, akkor jól csináltad mind a kettőt. Hát ez a mindenhol gyakorolj, ez nem a soralátét buddhizmus. Ez azt jelenti, hogy itt is gyakorolsz, miközben dolgozol szeg, kalapács, facsavar, PZ1-es behajtófej, akkor is tiszta a tudat, és akkor is, amikor eldobod az összes hajadat. Akkor is. Tehát hogyan nem teremtesz akadályt? Innen nézd. Lehet ezt a rendszeres és rendszertelen felől is nézni, nagyon logikus és gyönyörű okfejtéseket lehet gyártani belőle, én erről ma este lemondok. Hogy marad tiszta a tudat? Ez a kérdés. Csak gyakorolj. Mi a gyakorlás? Magas labda, magas labda. Szépen üsd le. És még? Csiripelnek a madarak. <laughs> jó, jó nem, most a tücskök. Feteszek egy gyógyító kérdést. Tücsök és madár, azonos vagy különböző. <laughs> Hasonló. Ah! Reménytelen holnap újra interjúk én vagy a a Következő kérdés. Itt mellette tessék. Az én kérdésem a darma beszédhez kapcsolódna, hogy olyan esetben, amikor a, azzal a példával ért, hogy van a sejt, sejt, hártya, sejt, és ö, ö, ez kapcsolati szinten, hogyha ö, egy olyan példám van, ö, hogy az egyik hozzátartozommal szeretnék javítani a viszonyomon, és ö, ahogy én megélem az ő kommunikációját, viselkedését, az ö, nagyon fekete és fehér a gondolkodás módja szerintem, átmenet nincsen, és a fehér sem mindig ugyanolyan. Maga a kommunikációja pedig ö, logikusan felépített, de van benne csavar, és ö, ö, lelkileg is ö, Hajlamos befolyásolni, lépésre nem hatással van, és úgy nekem úgy tűnik, hogy másokra is. És hogy ilyen esetben milyen attitűdöt érdemes felvenni, mert nagyon sokat változtattam már a kapcsolatunkon, új alapokra kezdem helyezni, de még nincsen meg az, ami úgy jó. Kérdezni kell. Általában a kérdés kinyitja a tudatot, eleinte kellemetlen, mert a családtagok ezt nem szokták meg. Általában azt szoktuk meg, hogyha jó a konstelláció, egyetértünk, egy kicsikét gubancos, akkor elbeszélgetünk egymás feje mellett, és hogyha nagyon rossz a csillagálás, akkor vitatkozunk vég nélkül. Azt kell látni, hogy a családi kötelékek is relatívak. Az, hogy egymáshoz születtünk, és a speciális kis sejtenyészetünk a vérségi kapcsolat alapján szerveződik, ez önmagában nem változtatja meg a karmat természetét, csak egy különleges frekvenciát hoz. Ez a vérszerinti korábbi karma által diktált kötődés. Ezt nem tudatosan választod ebben az életedben, ez már korábbi életeidben eldölt. Tudod, hogy hányszor néztem azt, hogy ez a kis gyermek mit hozott ide? És lesz időnk belátni. Mi az, ami pont hozzánk vezérelte? Ide, erre, hát túl sokat nem várt, azt tudjátok. Az első alkalom meghúzta a kioldozsinort, már ugrott is. Mi a közös karmánk? Ilyenkor a szülő általában rávetíti a saját aggodalmát, vágyát, reményét, félelmét a gyerek és le is fedi, le is gyárt egy primitív kérget, hogy akkor neked ilyennek kell lenni, mert én ezt akarom, illetve több féltelek, és nincs kérdés, hogy te valójában ki vagy, én naponta a szemébe nézek és megkérdezem, hogy valójában ki vagy és mit hoztál. Mi van a lelkedben? Vagy szavakkal, vagy anélkül. És meg kell tudni kérdezni a felnőtt családtaktól, hogy valójában mi az, ami alapján mi összetartozunk. Azt, hogy néha együtt iszunk, együtt eszünk, néha beszélgetünk, kölcsönadunk egymásnak, azt nem adjuk vissza. Hogy van ez? Mi a közös karmánk? És akkor el lehet kezdeni pucolni téves nézeteket. Szépen kisepregetni a családi karma közös teréből. Miért? Mert a tudattalant megmérgezi a sok-sok téves nézet, az elfolytott dű, a kimélt vágy, minden ott van. Jó lenne kipucolni. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem a karnomhoz kapcsolódna a kérdésem. Én ma dolgozgattam vele és... Um, Milyen szerszámmal? Mosogattam. Az nagyon jó! Um, hát um, egy idő után már, már mantra mantraszerűvé vált, és akkor így föladtam, mert nem jött a válasz. Um, és aztán elkezdtem um, hát uh, lehet, hogy a szakmámból adódóan, hivatásomból adódóan szétszedni Um, elkezdtem szavanként próbálkozni vele. Um, hát, hogy mi az, hogy, hát, hogy száraz, meg hogy szar, meg hogy a boton, és akkor száraz-szar, ú, ez alliteráció, tök jó. Aztán um, eddig eljutottam, ez, de ez nyilván nem hozta meg a kérdésre a választ. Aztán um, aztán oda van olyan, hogy kijön a mentő, van olyan, csak ezt ne folytasd, mert akkor tényleg ki kell hívni. Ha ragaszkodsz a kohan szövegéhez, sőt, a paradox gondolati világához, abba az elme bele tud törni. Tehát beszéltünk fogyókúráról, ugye, és a koan praxis az a tudatbőjtje. Tehát az elmének az a fajta... Rigorózus, aszketikus viselkedése, hogy nem eszi meg a saját hülyeségét. És a Kuan leszoktatja arról, hogy a saját gondolkodását ilyen kis teljszínhabos hülyeségként elfogyassza. Tehát, amikor az elme le tudja hántani a tudatról a saját működését, az a megszabadulás nagy része. Szerencsére nem a középkorban élünk. Tehát tudunk egy nyugodtabb infrastruktúrában bízva ilyen tevékenységet folytatni, hogy befelé fordulsz, mert nem kell állandóan attól félni, hogy letarolják a szántóföldedet, földgyújtják a templomodat, lerombolják a házaidat, jön az ellenséges sereg, és akkor újra kell alapítani mindent, mert minden elégett, elpusztult, fél ország meghalt, több évszázad így telt el. És nagyon jó, hogy ez most nem így van. Befelé fordulva tudunk egy picit a az alapokkal foglalkozni. És a kóan az olyan, mint amikor a kagyló megérzi, hogy belé bizony homokszemet dobtak, és iszonyatosan fáj. Fáj. És ez rendben van. Fáj, mert látszik, hogy a gondolat így nem csak, hogy lepattan róla, hanem egy ilyen a kudarcból, az állandó nem tudomból egy ilyen nyákos réteget növeszt a homokszem köré, hogy, hogy, hogy kevésbé fájjon. És ez nem csak, hogy ilyen véleményalkotástól mentes kurzus, meg nem simogatjuk egymás spirituális egóját itt különböző lila tollakkal, hanem bemész az interjú szobába, és szembesülsz azzal 5 másodperc és 5 perc közötti idő szakon belül, hogy te bizony nem tudsz valamit. És ez egy akkora csapás, ez egy akkora ütés, hogy én, én nem tudom az meg tudja, hát én ezt nem bírom. Hát én innen elmegyek. Hát vissza se jövök. Hát én itt tudni akarok. Én itt javulni akarok. Én itt szép lenni, meg jónak lenni, meg okosnak, mert mindennek akarok lenni, de hát nem engedik, nem ismerik el. Azt mondják, hogy nem tudom, és basszus, tényleg nem tudom. És amikor tényleg nem tudom, akkor kezd ez a nyák egy picikét szilárdulni a homokszem körül a kajdlóban, és hogy egyre inkább nem tudod, így rakódik rá a sok-sok réteg, és egyre szilárdabban nem tudod, és így fejlődik a kajlóban a gyöngy. Ez a szenvedés, hogy nem tudod, és az önképet darabokra hullik. És ezzel az önkép finanszírozod a gyakorlatodat, különben nem lennél itt. Ha nem látnád a karmád relativitását, teremtettségét, a változás szükségszerűségét, nem tudnál haladni az úton, és nem tudnád kiböjtölni magad és mások véleményét. Akkor mindig hallgatnál valami hülyességre, és pont a neked legkedvezőbbet hinnéd el, utána annak segítségével jól a falnak mész, összetörsz, utána megint elhiszel valami hülyeséget, és ezt így tovább, és tovább, és tovább. Hát a zen az nem csak, hogy egyszerű és tiszta, hanem brutálisan egyszerű és tiszta. És a tudatbőtje azt jelenti, hogy lehántod magadról az énség kényszerképzeteit, és ennek az egyik segédeszköze a QAN-praxis. Emlékezz a kagyló, a homokszem és a gyöngy hasonlatára, mert amikor elég nagy a gyöngy, akkor kinyílik a kagyló és kijön belőle. Ne ragaszkodj a kuan szövegéhez, a sztorihoz, hanem egyszerűen lásd meg, hogy ebben a környezetben a kemény kajdlóhéj az a kuan környezete. Van egy pont, amit nem tudsz, és ott lesz a válasz, ott lesz a gyöngy. Egyébként, akik akár az első, akár a második, harmadik, az negyedik interjún Unmúzeum mester örök darabjával szembe kerülnek, azok. Tényleg így eldobják egy kicsit a gyógyszert, mert az, hogy megkérdezik egy zenmestertől, hogy mi a butha, és azt mondja, hogy száraz boton, és ez egy világvallás, hát ezt. ezt, ezt. Tehát, hogy élték túl? Tehát ez nem csak, hogy eladhatatlan, ez undorító. Hát itt. Ez... És ráadásul hülyék is voltak, mert ha a boton van a szárazszar, és nem valami lágyabbonak, ezek hogy tudtak ülni? <laughs> és kiderül, hogy nem azzal törődték, ők se voltak buták, az a bot, amiről szó van, és rajta van a kaki, az ott állt a latrinának a sarkában. És Unmúz M. hogy éppen jött kifelé, egy másik tanítvány valószínűleg valami szenior szerzetes lehetett, mert ilyen fiatal kis Sulda novícius meg sem meri szólítani az emmestert, á, de hogy is lehet, akkor meghajol, kis a szemét, és megy. Tehát valami rangban, évben közel álló lehetett, és az ilyen környezetben, hogy zen és már együtt gyakorlók, bármi megengedett volt, ami a darma küzdelmet illette. Ezért volt az, hogy Dong Sans lenvásznat, mért, És valaki így csőből megkérdezte, hogy mi a butha, És az öreg nanoszekundum késedelem nélkül válaszolt, hogy három font len. Azt látta. Unmun jött ki, ott volt a bot, azt látta. És amikor megkérdezem, hogy mit hallasz, akkor a pillanat tudatossága az, amit közös ebben az egész érzékelésben. Egyébként azért volt rajta a kaki a boton, mert a régi kolostorokban mindent megtermeltek a rizsen kívül, és ehhez prágyázni köllött, úgyhogy amikor eljött a szezon, akkor vizet öntöttek a pöcegödörbe, és a a arrenovíciós egy ilyen hosszú bottal így megkavarnyálta, és egy másik befogott a novíciós, pedig ilyen kis merítővel kimerte, és kivitték a földre, és trágyáztak vele, azért kellett keverni, mert annyira tömény a humán fekáli, hogy kiégetni a vetést. Tehát, ha felégítod, akkor lásd, maslakó, lehet vele trágyázni, és a termékkörforgást gyakorolni természetben. Jó? Tehát ezért volt ott, mert hol máshol tárolják. Most így, hogy megvan a sztori, az agysejtjeid megnyugodhatnak, de a válasz természetesen itt nincs. Ebben a sztoriban nincs meg a helyes válasz, azt az interjú szobában újra megkísérelheted, de ne legyen az, hogy lidérces álmodban ismételgeted a száraz szaraboton, száraz szarabotot, és akkor az alvótársak így böknek meg, hogy hagyjad már abba a hülyeséget, jó? Tehát, oké? Okay? Ülés csak üljé, ahogy hallottad, evés csak egyél, cool interjú, csak küzdjé. Oké? Okay? Következő kérdés. Meditációban elég sokat küzdöttem mostanában azzal, hogy tant fókusz, légzés, figyelés, és nagy kérdés, meg bármi egyéb, és ez nekem egyszerűen túl sok. Tehát ha, ha jött valamilyen tudati tartalom, akkor pontosítani szeretném az instrukciókat, hogy Segítsen vele a, a működésemet, így a továbbiakra. Ha jön egy tudati tartalom, akkor az volt a mondás, hogy akkor azt hagyjuk, nem nyúlunk hozzá, hagyjuk, hogy menjen. De meddig hagyjuk, meg közben, hogyha a lélegzetemet figyelem, akkor nem tudom azt is figyelni, meg a tantienemet is figyeljem, és akkor ez, ez ilyen gyakorlatilag azt figyeltem magamon, hogy, hogy egy ilyen kicsit paranoid, ú, ezt is, azt is, amazt is, tüt, 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 és, és így ilyen szétesőnek éreztem az egészet, és a szóval rende... nem, nem éreztem ezt uh, helyesnek. Oké. Okay. Mikor voltál utoljára étteremben? Nem tudom, elég rég. Akkor meghívlak egyszer, hogy frissüljön az emlékezet. Ott van a tányér, a kés, a villa, és a kanál, a szalvéta és a pohár. Egy teríték előtted. Ezeket a tárgyakat egyszerre meg tudod figyelni? Igen. Testtartás, tantián, légzés. Ezeket egyszerre tudod figyelni? Igen. Hogyha rátesznek a tányérra valamit, mondjuk egy előételt, az megváltoztatja ezt a figyelmet? Nekem teljesen. Ez a baj. Az előétel elvette a figyelmedet. Tehát a tudat tárgya elvette a figyelmedet, és a jó hírem az, hogy itt ugyanúgy vissza kell tenned a figyelmedet a testtartásra, a légzésre, a tantienre, sőt a térre. Tehát ezeket megnevezhetem, mint evőeszközök, tányér, pohár, de ez valójában egy asztal. És hogyha szétesel a részletekben, az tényleg nem az asztal hibája. Tehát egyszerre ebben a pillanatban a térben jelen vagy te, a tücsök ciripelés, a tantiened, a légzésed, és hogyha az elmédnek ezek a fogalomalkotó, megkülönböztető, rendszeralkotó moduljai megnyugszanak, ezeket egyszerre lehet figyelni. Ez nem sok. De ha gondolkodsz róla, akkor a gondolkodás, mint a kismajom a dzsungelban, pálmafáról, pálmafára ugrándozik állandóan. Soha nem tud az összes pálmafán egyszerre jelen lenni. És itt ez a baj. Tehát ennek a kis elme majomnak kéne megnyugodnia, és így leszállnia, és akkor látja, hogy egy pálmaligetben van. Néha ez megtörténik, azt hiszem, de, de közben van bennem egy ilyen paranoid valami, hogy, akkor én most elvágtam azt az előételnek a, a finom gőzölgő illatát, meg minden egyebet, és, és nem hagyom menni úgy, ahogy, azt úgy be egy az illatával, ízlegetnéd meg mindennel. Ízlelgetnéd a karmádat, mi? Na, itt kell a lemondás, és akkor eltűnik a paranoja. Le kell mondani a karmád ízlegetéséről. Annak a tudatfolyamatnak nincs kezdete és nincs vége. Erről a buddha is beszél. Inkarnációk ezrei kezdettelenül és végtelenül. Ez a szamszárikus körforgás. Tehát a pillanatban maradj, és ne kövesd a tudatfolyamatot, mert az a semmibe visz. Mert a semmiből jön. Tehát ez az érzet. Nem tudjuk honnan jön, és nem tudjuk hova megy. De hogyha nem tartod ezt a pillanatot, és nem engeded el a karmádat, akkor az, hogy úristen, hát utána mennék, de sosem érem utol. Ez egyébként a teknős béka hasonlat, a Sonata szem Zénon a görög filozófiában. Elindul a teknős béka, akármennyit fut utána Akhileus, akkor se éri utol. Ez a fizikai világban nem így van, de tudatban igen. A preszokratikusoknál azért egész más volt a gondolkodás, mint Arisztotelész és utána. Tessék így nézni, hogy valami egész más volt elrejtve Platónig, mint később. És ezért Szokratész ott volt a szeren egy kicsit ebben az intuitív tükröző világban is, és nem csak abban, amit később a nyugat filozófiaként interpretált. Ott még volt valami egész más, ami egy kicsit azért hasonlít arra, amit mi importtermékként vagy meghaladó bölcsességként gyakorlunk. Egyébként, hogyha megnézed a történelmet, egy a 150 évvel térés van. Nem sok kelet és nyugat közt akkor. Tehát a buddha tanítása és Szokratész, ez kb. 150 évnyi difi. Egy szó, mint száz. Ne kövesd a karmádat, ne akard megfogni, ne akard ízlelgetni, maradj egy olyan helyzetben, mint a régi királyok, egy gyomruk volt, és nem tudták volna a 120 fogást megenni, és ezért a vacsorát azt úgy szolgálták fel, hogy ő királyi fensége, a királynével együtt, ott ültek az asztalnál, jöttek az inasok, és hozták a tálcát, és így megmutatták, így az illatuk oda, és vissza, és körbe az asztalt úgy, ahogy van. A 120 fős asztalt. És a karma ugyanilyen enged, mert te vagy a király, nem a kis közemberként ott megragadod, hogy csirkecomb, hanem majd a tiéd is jön. De ennek a zen királynak az asztala az üres marad. Viszont az illatával mind jól lakott, a látványával mind jól lakott. Tehát ne edd meg a karmát, mert akkor azzá válsz. És ezért kell eltűrni azt, hogy a tányéron nem maradott sem az előétel, sem a főfogás, sem a desszert, semmi. Viszont az összeset látod, az összes illatát érzed. De ha hozzányúlsz, akkor elnyel. Ha utána mész, elvész a pillanat. Oké? Okay? Meditáció közben ezek a gondolatok vagy érzelmek azzal kecsegtetnek, hogy meg lehet őket oldani, és nagyon jól el lehet velük lenni. Mit Béldául, kell rajtuk hogy... megoldani? Nem tudom, valahogy én mindig azt tapasztalom, hogy, hogy valami, lehet, hogy élvezem közben, hogy fú rájöttem valamire. Élvezed, ezáltal Nem. ők megkötnek téged. Úgy tűnik, hogy te oldod meg őket, valójában ők kötnek meg téged. Nincs megoldandó a karmában, tegyük észre. A csomó, amit rákötöttél, az a te új lenyomatodat viseli. Tehát, hogy én abszolútnak tekintem ezek szerint a karmát? Nem, iszonyatosan élvezed. Tehát ez látszik. Tehát ez így ülsz, és utána kiülsz, és így látszik, hogy olyan jót meditáltam. Na, nálad a tányér az kiürült, tehát az egész karát úgy, ahogy van, megeszed, és akármilyen karma, jó ízű. Miért? Mert szereted az életet, és ezzel nincs se semmi baj. De meg is kell tudni haladni az életet, miért? Mert ezzel a halált is meghaladod. Tehát élet és halál az az éremnek a két oldala, ugyanarról az éremről van szó. Ha nem haladod meg az életet, akkor a halált sem. És hogyha ragaszkodsz az élethez, akkor félsz a haláltól. Budha azt mondja, hogy tartsuk ellenőrzés alatt a tudatunkat, de Sung zenmester meg azt mondja, hogy ne csekkoljuk a tudatunkat, hogy, hogy, csak lásd, ami van. És ezt nem tudom néha dönteni, hogy most akkor gondoljak arra, hogy ma most ezt látom, ami van, vagy, vagy ne, vagy... Ah, érted? Tudod, mi a közös buthában és Sung zenmesterben? Nem. Mind a kettő meghalt. Jó, és te mit gondolsz? Te még élsz? Semmit nem gondolom. Ha gondolnék valamit, már meghaltam volna. Köszönöm, na, imádom. Nagyon szívesen. Ne ragaszkodj senkinek a mondataihoz. Nézd meg, hogy mi működik, oké? Okay? Tehát ezt a pillanatot tarts tisztán, világos, hogy az elmét nem ellenőrizzük, mert újabb és újabb metarétegeket raktánk rá, mint a különböző mágiarakás, meg ilyenek. A tudatot tarts tisztán, szilárdan ebben a pillanatban, és ne ellenőrizgessd a karmádat. De ez jó karma, vagy rossz karma. Ezért vigyázzunk a minősítésekkel, mert pillanatok alatt ítéletalkotás lesz belőle. Hát úgy lássuk magunkat és a világot, ahogy van, de ne nagyon építsünk rendszert rá, és ne akarjuk szétfogalmazni az egészet, meg túlérteni, oké? Okay? Így már jó? Igen. Jövőre is jössz. Hogy ne, de előbb is. <laughs> Egyéb kérdés? Hogyan hozok jó döntést? Félek a hibás döntéstől, és hogyan hozok jó döntést? Ha félsz a hibás döntéstől, akkor már hibáztál is. A félelemből hozott döntések sosem helyesek. A félelem eltorzítja, a remény is eltorzítja, kitűzöl egy célt, nézd meg az oda vezető utat, és járd végig ehhez kellenek a helyes döntések. Következő kérdés. Én a fájdalomról kérdeznék, ugyanis az elmúlt Képtelen napok... vagyok rá válaszolni. <laughs> Nem fizikailag, vagy így ülések alatt, ugyanis az elmúlt napokban volt szerencsém tapasztalni. És <laughs> van olyan ülés, amikor kétszer 50 perc alatt semmi fájdalom nincs, és utána ennek megörülök, és a következőbe bele akarok halni. És hogy mi a különbség, vagy ez így... Az egyiknél működik? gondolkodtál, a másiknál nem. Tehát jól sikerült az egyik, és akkor azt mondtad, hogy jól sikerült, és ez elindított egy lavinát. Egy ilyen dominósor így dölt le. És a végén ott az elvárás, hogy a következőnek is ilyennek kell lennie. Nem a tiszta tudat elérése az igazi rejtély, hanem a megtartása. Hogy nem minősíted azt, hogy úgy de jó meditáció volt, meg a ma reggeli aztán, mint a kis eszencia. Így csurgott az áldás te, mindenhonnan. Amikor ez a minősítés beindul, abban a pillanatban leestél a ló egyik vagy másik oldalára. Tehát amikor ne, visszatérsz a nem tudomba, akkor az nem csak ilyen kis zenfrizura, hanem tényleg gondolkodástól mentesen megtartod az eredeti differenciálatlan minőséget, a nem kettősség állapotát. És ekkor az energiaszinted is megmarad. Sőt, emelkedik. Mit gondolsz, miért fogjuk be a szánkat nagy részt? Nem azért, mert nekem pont az a heppem, hogy téged csendre incselek. Azért, mert rengeteg energiát veszítesz a beszéd, a gondolkodás, az érzelemformálás egyebek által. Ha az energiát nem veszíted el, és itt vagy a tantienedben, akkor a csí vagy prána finanszírozza a testnek az összes igényét, tehát nem fájsz. Amikor viszont energiaszegény állapotban vagy, akkor egy normál állapotú test is elkezd fájni, holott nem történt vele semmi. Senki nem verte furkosbottal egyik tagját sem. De hogyha elvész az energia, akkor olyan, mint amikor az apánynál a zátonyok megjelennek, és a hajó fönnak a rajtuk. Sok energia, megemelkedik a tengerszint, a kapitány azt csinál, akar. Nincs zátony, nem akad fönn, megy a hajó. Ezért. Tehát euh, élénken emlékszem 1991 tavaszára. Első Szungszán Cunyimot követő magyar zenszerzetes Vondó Szunyim hazajött Lengyelországból egy 90 napos elvonulásra, hogy olyan fénylőtt, olyan arca, hogy ez valami hihetetlen. Én addig csak ilyen egy hétvégés elvonulásokat csináltam, ilyen alig fél éves süldő zen gyakorló voltam, talán két darab hétvégén volt, és a térdám az gyakorlatilag, mint hogyha láthatatlan kés szurkálnának bele, olyan volt. És vondós hogy hogy hazajön, és megkérdezem, hogy de figyelj, én három napot alig bírtam ki, de 90 napot hogy csináltál végig? Hogy volt ez? Azt mondja, rám néz, ez a kis misztikusan csillogó szempárjával, hogy két hét és minden fájdalmad eltűnik. Nem hittem el. Három évvel később megcsináltam az első 90 naposomat, és úgy volt, ahogy mondta. Körülbelül két hét, minden fájdalom megszűnik. Kitisztul a szervezet, rengeteg salakanyagot kiürít, eleget iszol, eleget mozogsz, és eleget nyújtasz. Ez a három. És akkor, akkor egészen más fizikai és energetikai állapotban vagy. Miért? Mert a tudat megváltozott. Úgyhogy itt ez a tíznapos, ez nagyon jó, de hát ez mondjuk a bemelegítő gyakorlatoknak úgy a vége. Egy hétvége, Épp hogy összeszoktunk, és már megyünk is haza. Úgyhogy ilyen távlatokban érdemes gondolkodni. És tovább jogázni, mert nagyon hasznos. Köszönöm. Jó? Szívesen. Egy ismert guru azt mondta, hogy a hülye ember azt csinálja, amit nem szeret, az okos azt csinálja, amit szeret, és a zseni um, jó kedvel teszi azt, amit kell. És erre volna kérdésem, hogy Hol, hol van az a pont, hogy, hogy valójában segítek, azt teszem, amit szeretek, um, egy jó dolgot teszek, vagy honnan ismerem azt fel, hogy, hogy mindig örvendetes és jó állapot nincs, vagy van. van? Van egy örvendetes és jó állapot, ezt el tudom neked mondani. Amikor nem függünk a guruk véleményétől. Jobban nem tudtam fentelni a kérdést. Nagyon jól tetted fel a kérdést, de az a guru az már halott, még akkor is a testben van. Amikor főzel, ott van a guru. Ugye, hogy nincs? De fantasztikus, amit csinálsz, és nem nagyon gondolkodsz azon kívül, mint amennyi a főzéshez kell. Tehát amikor teszel valamit, csak tedd, és nem minősítsd. És akkor olyan fantasztikus minősége lesz, hogyha az elme külön nem minősíti, csak látja pontosan, hogy mit csinál, hogy az leírhatatlan. És ezért is szeretjük a főztödet. Ezért is szeretjük, amit a kertben csinál Máté és Judit. Ezért is szeretjük azt, amit munkában Anti Józsi és egy csomó mindenki más elvégez, nem beszélve az hivatali, nagyon komoly munkáról, Eszter Évi és egyebek segítségével. Mindenkinek köszönöm, aki teljesen működő tudattal, de felesleges gondolkodás nélkül minőségi munkát végez, mert ez a közösségünk alapja. Úgyhogy köszönöm, hogy gondolkodás nélkül, de gazdagon főzöl, és nem nézed azt, hogy mi az, ami örömteli abban a pöldön, mi az, ami szomorú, mi az, amit kell, mi az, amit lehet. Ez mind checking, 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 ellenőrzés. Don't check! Tehát ne ellenőrizgessünk, ne minősítgessünk, ne kritizáljunk feleslegesen, ugye, mert az ilyen borzalmatos dolog. És akkor spontán nyírvána. Itt. És most. Ez nem ígéret, ez egy lehetőség. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk, együtt járjuk az utat, és hogy együtt törekszünk a felébredésre, hogy megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.